Nem volt rózsás a helyzet a kalászosoknál tavaly. A történelmi aszályos nyár miatt az átlagosnál lényegesen kevesebb búza, kukorica és egyéb gabona termett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Akkor a kár azonban nem keletkezett, hogy ne lehessen értékesíteni és felhasználni a magyar gabonát. Ezt azonban egyre inkább megnehezíti az ukrán gabona, amelyen a jelek szerint sokan nyerészkedni szeretnének. Az eredetileg Afrikába szánt szállítmányok egy jelentős részével ugyanis Kelet-Magyarországon üzletelnek. A nyomott áron eladásra kínált gabona így jelentős versenyhátrányt okoz a hazai gazdáknak. Az Agrárminisztérium az Európai Unió segítségét kéri. Lényeges előrelépés azonban egyelőre nem történt az ügyben. Azt gondoltuk, hogy a betakarítás után a kereskedők, felvásárlók, termelők leülnek egy asztalhoz, azt kitalálják itt a megoldást. Sajnos erre nem került sor. Most már megyünk Brüsszelbe, volt miniszter úr, nem nagy sikerre, sőt, még azt hallom, hogy még Lengyelország is minket okol azért, amiért merjük ezt szóba hozni, hogy lényegében az ukrán piac miatt, vagy a kiszállítások akadályoztatása miatt, vagy vontatott kiszállítás miatt, itt a mi raktáraink tele vannak, úgyhogy kezdeni kellene valamit, amire nem nagy hajlandóságot mutat Brüsszel, hogy ezt a problémát kezelje. Ha ez ilyen lassan lesz kezelve, akkor még az is bekövetkezhet, hogy mire a búzát kell aratni, akkor ez a rossz minőségű kukoricót lesz még a raktárban, nem lesz kiszállítva, úgyhogy hát nagyon a közhangulat nagyon reményvesztett. Ráadásul közeledik a vetés ideje, a megyei gazdák egy része pedig nem tudja, lesz-e szükség a termésére, vagy tudja tárolni azt arra alkalmas helyen. Ehhez hozzájön az is, hogy az Ukrajnában előállított takarmányt sokkal kevésbé szigorú termelési feltételek mellett állítják elő, így az veszélybe sodorhatja az állatállományt is. Ugye az állatállomány, ha csökkent is valamelyest, de azt tudjuk, hogy 22-es évben az 50%-a nem termett meg a kukoricának Európa szinten, és az állomány csak valamennyivel csökkent, úgyhogy én abban reménykedek, hogy ennek a kukoricának, a jó minőségűnek lesz helye, meg lesz ára, de ez nagyban befolyásolja az, hogy ellenőrizetlenül még a mai napig is senki nem ellenőrzi, ott a határon nem ellenőrzik, állítólag az állatorvosoknak kellene ellenőrizni, amikor már ez raktárba kerül, akkor meg már a minőségét nem ellenőrizhetik, csak az, hogy bogarasva, hogy volt-e kezelve, vagy nem volt kezelve. Szóval konkrétan még mindig nem született meg az a döntés, hogy kinek a feladata lenne ezt ellenőrizni, és minden szállítmányból mintát venni, és ami nem jó, azt nyilván tartani, hogy itt Magyarországon ne is tudja értékesíteni. Bár az Európai Unió vezetése még egyértelmű döntést nem hozott az ügy kapcsán, Magyarország megpróbálja megakadályozni a rossz minőségű gabona felhasználását. A napokban Nagy István agrárminiszter szigorú minőségellenőrzés alá vonta az Ukrajnából érkezett gabonát, emellett pedig azt is világossá tette, hogy a hazai vállalkozásoknak közvetlen felelőssége, hogy kizárólag uniós és a hazai szabályoknak megfelelő gabonát használjanak fel.